Magyarország több mint 570 ezer ukrajnai menekültről gondoskodik, biztosítva számukra az ingyenes lakhatást, étkeztetést, utazást és az ukrán nyelvű oktatást is. A magyar önkénteseknek is a magyar kormány által biztosított forrásoknak köszönhetően a humanitárius szervezetek több 10 millió euró értékű segélyt biztosítottak Ukrajnának, ami a jövőben is folytatódni fog. A szombati varsói Stand Up for Ukraine globális adománygyűjtő rendezvényre küldött videó üzenetében a magyar miniszterelnök így fogalmazott. Szeretném biztosítani ukrán barátainkat, hogy Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki, aki a háború elől menekül. A támogatási programjainkat folytatjuk, a menekültekről gondoskodunk, a szükséges pénzügyi forrásokat pedig magunk folyamatosan előteremtjük és biztosítjuk. Magyarország segít. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megköszönni Ursula von der Leyen elnökasszonyunknak, hogy összehívta ezt a mai konferenciát. Magyarország Ukrajna szomszédja. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy enyhítsük a háború elől menekülő emberek szenvedését. Több mint 570 ezer menekült érkezett a háború kitörése óta Magyarországra. Rajtuk folyamatosan segítünk, nekik minden ellátást megadunk, szállást, élelmiszert, ingyenes utazási lehetőséget és egészségügyi ellátást is. 570 ezer menekült, tudják, Magyarország egy 10 milliós ország. Munkalehetőséget biztosítunk azoknak a menekülteknek, akik itt akarnak maradni, az ő gyermekeik számára pedig biztosítjuk az oktatás, biztosítjuk az anyanyelvi oktatás lehetőségét. Sok ezer iskolás és óvodás kezdte már meg a tanulmányait Magyarországon. A magyar rendszerben, aki iskolába jár, az ingyen étkezést is kap naponta többször. Ezúton is szeretném biztosítani ukrán barátainkat, hogy Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki, aki a háború elől menekül. A támogatási programjainkat folytatjuk, a menekültekről gondoskodunk, a szükséges pénzügyi forrásokat pedig magunk folyamatosan előteremtjük és biztosítjuk. Magyarország segít! '77 Kelet-Ukrajnából menekült fiatal labdarúgóról gondoskodik a Ferencvárosi Tornaklub. Az FTC Népligeti Sportközpontjában az otthoniakat hátrahagyó ukrán gyerekeknek folyamatos sportolási lehetőséget biztosítanak. Itt a Népligeti Sporttereptől nem messze van egy szálloda, ott ők el vannak szállásolva, teljes ellátást kapnak, normális szobákban tudnak lenni, tehát egy normális szálláshelyük van. Mi meg minden nap tartunk nekik edzést, foglalkozást, van 6-7 nevelővelük, próbálunk programokat szervezni, szerdán is voltak edzőmeccset játszani, hétvégén jönnek ki a Fradi meccsre, tehát próbálunk nekik azon kívül, hogy edzés van minden nap, olyan programokat is tartani, ami a nap további részében el tudja foglalni őket, és talán el tudja terelni a gondolataikat arról, hogy miért is vannak itt. A Fradi utánpótlás edzői heti 4 edzést tartanak a Kelet-Ukrajnából menekült fiatal ukrán labdarúgóknak. Miron Kramatorskból érkezett. Nagyon szeretnék profi labdarúgó lenni, és egy nagy klubban játszani. A Manchester Unitedről, a Milánról, az Arsenalról álmodozom. Csak 2 éve futballozom. Az edzőim szerint viszont nagyon gyorsan fejlődöm. A Ferencváros labdarúgó csapatának a közelmúltban erős ukrán vonala volt. Szerhi Rebrov edzőként, a munkácsi Ihor Haratyin pedig a pályán küzdött a csapat sikeréért. Olekszandr Zubkov személyében pedig jelenleg is van meghatározó ukrán válogatott labdarúgója a keretnek. Az első csapat életében Rebrov személyében volt vezetőedzője a klubnak, ami nagyon sikeres éveken keresztül bajnokságot, illetve az Európa Ligába és a Bajnok Ligába is bejutott a csapat. Az utánpótlás részben olyan sok ukrán kisfiúval még nem találkoztunk, vagy olyan kárpátaljai gyerekkel, aki hozzánk került volna. Inkább a felnőtt csapat környékén találhatunk olyan ukrán származású játékosokat is, vagy edzőket, akik a klubnál dolgoztak. A befogadott fiatal ukrán sportolók hálásak a segítségnyújtásért. A kelet-ukrajnai gyerekeket szülők is elkísérték. Ferencváros futballklub, aki opikuje nami. A Ferencváros futballklub gondoskodik rólunk. Nagyon jók az életkörülményeink. Egy hotelben élünk, 3-szor kapunk ételt egy nap, kaptunk ruhát, teljes futballfelszerelést is kaptak a gyerekek. Köszönjük szépen ezt a hatalmas támogatást. Ferencvárosra gyakorlom. Oroszország február 24-én támadta meg Ukrajnát.
Kramatorszk a háborús övezet közepén, Donyeck és Luhanszk szomszédságában található 200 ezer lakosú város. Emiatt folyamatosan érik légitámadások. A mi városunkat a háború első napjától kezdve támadások érték, ezért azonnal eljöttünk. Jó, hogy nem maradtunk otthon. Szerencsére a fiam nem látta a pusztítást és a szörnyűségeket. Néhány perce például légicsapást mértek a városunk Kramatorszk vasútállomására. Az emberek az evakuációs vonatra szerettek volna felszállni. Nagyon sok az áldozat, szörnyű, ami történik. A fiatal ukrán labdarúgók kimenekítése március első napjaiban kezdődött. A Munkácsi Labdarúgó Akadémia gyűjtötte össze Ukrajna egész területéről az utánpótlásban résztvevő fiúkat, akiket ezután szervezetten szállítottak át a határon. Magyarországon a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia szervezte az elhelyezésüket az ország meghatározó akadémiáin. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke elítéli a bucsai tömegmészárlást. Erről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta az MT-t szombaton. Magyarország mindenben támogatja azt a nemzetközi vizsgálatot, melynek célja, hogy felderítse a vérengzés elkövetőit, ismertette a magyar kormányfő álláspontjait Havasi Bertalan. A sajtófőnök emlékeztetett, hogy Orbán Viktor szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján is világosan fogalmazott. A háború, amit az oroszok indítottak és megtámadta Ukrajnát, agresszió. Ez az Európai Uniónak a közös álláspontja, és Magyarország ennek az álláspontnak a részese. Az összes atrocitásról pedig azt gondolom, hogy mindegyiket ki kell vizsgálni, akárhogyan is a civileket mindenképpen meg kell védeni, a civilekkel szembeni bántalmazást a leghatározottabban el kell ítélni, és az ilyen eseteket pedig ki kell vizsgálni. Független és páratlan vizsgálatot akarunk, idézte fel Orbán Viktor szavait a miniszterelnöki sajtófőnök.